a DK fővárosának minősülő Újbuda önkormányzata működésképtelenné vált, ezért annak feloszlatását kezdeményezi és terjeszti elő a testületben a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője. Miután felbomlott az elvtelenül egyesült szivárvány koalíció az ország 5. legnagyobb önkormányzatában, a főváros legnépesebb kerületében, ami polgármesteri szempontból a DK legnagyobb szerzeménye volt, illetve sajnos kifizető helynek használták. Múlt hónapban elsőként a Jobbikot rúgták ki a szivárvány koalícióból, megfosztva bizottsági elnöki tisztségétől is a Jobbik helyi képviselőjét, miután rájöttek, hogy nincs szükség már a Jobbikra, illetve nem áll már a Jobbik mögött semmiféle társadalmi támogatottság, így a jövőben nem számítanak, különösen a következő választáson már erre, ezért már ebben a ciklusban sem fizetik tovább. Azonban az erúzió gyorsan beindult, és ultimátumot fogalmazott meg a belharcban több tagja a szivárvány koalíciónak, különösen a Momentum és az MSZP, bár nem az összes képviselője, úgyhogy pártokon belül is vannak még törésvonalak. Minden esetre mindezekre azután került sor, hogy László Imre DK-s polgármester egyértelművé tette, hogy a következő ciklusban is egyrészt ő szeretne polgármester lenni, másrészt kabinetvezetőnek, illetve helyettesének, Molnár Gyulát és Lakos Imrét szeretné egykori MSZP-s, illetve SZDSZ-es politikus bűnözőket felkérni. Mindeközben a helyi Fidesz alapszervezetet feloszlatták, ez a hír még nem látott napvilágot, de valójában a képviselő csoportjuk is két részre szakadt, frakcióvezetőjüket már többször leváltották ebben a ciklusban, jelenleg a harmadikkal próbálkoznak. A Fidesz és a Szivárvány koalíció többször kiegyezett, folyamatosan növelik a fizetett pozíciók számát önmaguk számára. A megduplázott rekordszámú alpolgármester fizetését pedig a törvényi maximumban határozták meg. Ezekre is egyedüli képviselőként szavazott nemmel a Mi Hazánk mozgalom. Mindeközben 8 millió forintot kapott közpénzből másfél hónapos kabinetvezetői munkájáért a ciklus elején a DK újbudai elnöke, Lakos Imre politikus bűnöző, az SZDSZ egykori fővárosi elnöke. Ezért a titkosított információért egy évig küzdöttem korábban. Végül közérdekű adatigénylés megtagadása miatti per kilátásba helyezésével sikerült meghátrálásra bírnom a DK polgármesterét. Még helyi önkormányzati képviselőként. Szintén helyi önkormányzati képviselőként volt sikerem magának Lakos Imrének a leváltása, eltávolítása is a kabinetvezetői posztból. Az viszont, hogy a polgármester bejelentése nyomán most végül mégis visszatér lényegében erre a posztra, az különösen arcátlanság a 8 millió forintos végkielégítés felvétele ügyében, ezért a Mi Hazánk mozgalom felszólítja Lakos Imrét, hogy fizesse vissza azt a 8 millió forintot, amit végkielégítésként fölvett, másfél hónapnyi kabinetvezetői munkájáért, most pedig lényegében ugyanabba az állásba térne még vissza ezen a cikluson belül. Álságos természetesen a Momentum tiltakozása is Lakos Imre ügyében, hiszen egyrészt kezdetben, míg a Mi Hazánk mozgalom tiltakozott Lakos Imre kabinetvezetői kinevezése ellen, a Momentum ezt nem tette meg a ciklus elején, sőt, ebben az évben néhány hónapja maga a Momentum is megszavazta, hogy bővítsék például a Gazdasági Bizottság, a önkormányzat legfontosabb vagyonkezelő bizottságának tagjainak számát, és helyet biztosítsanak ott az egyébként nem is önkormányzati képviselő Lakos Imrének. Éppen ezért föl kell hívjuk a figyelmet Újbuda történetének legnagyobb korrupciós botrányára, amely az úgynevezett kopaszi gét volt. Ebben letöltendő börtönbüntetésre ítélték az MSZP-s Molnár Gyulát másodfokon, amíg a 11. kerület polgármestereként elkövetett hivatali visszaélés miatt 8 hónapra, míg a szintén politikus bűnöző SZDSZ-es alpolgármesterét, Lakos Imrét 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Azonban a politikai maffia összefonódásait jól mutat,
mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró jelöltje, mint büntető bíró a nyilvánvaló elfogultsága ellenére felmenthette őket a kúrián. A Fidesznek az elszámoltatási politikájára jellemző, hogy az MSZP-nek ezt a pártkötődés miatti összeférhetetlenségét eltűrték, sőt, talán nem véletlenül arra nyíltan MSZP-s bíróra szignálták ki harmadfokon ezt az ügyet. Ezért akkor levélben fordultam Polt Péter legfőbb ügyészhez és Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal akkori elnökéhez is, kérve az eset kivizsgálását és független elfogulatlan eljárás lefolytatását, de ők sajnos megtagadták azt. Pedig az ügyészség korábban azzal vádolta meg Molnár Gyulát és Lakos Imrét, amit most a tiltakozó szivárványkoalíciós képviselők is elhallgatnak, hogy 2006-ban a 11. kerületi Kopaszi gát és a Lágymányosi öböl környékén pályáztatás nélkül játszottak át magáncégnek egy 38 hektáros telket. Ezek után azt gondolom, hogy álságos a Momentumnak az a tiltakozása és a többi pártnak, LMP-nek, MSZP-nek az a zsarolása most a szivárványkoalíció felbomlásának küszöbén, hogyha Molnár Gyulát ezek után kabinetvezetőként megtűri a polgármester, akkor ők felbontottnak vélik ezt a koalíciót, és nem biztosítják a többséget már most decemberben sem. A polgármester pedig egyértelművé tette, hogy Molnár Gyula mellett kitart, ezért lényegében felbomlottnak tekinthetjük már most a koalíciót. December közepén várható egy olyan testületi ülés, amiben szavazni fognak Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk önkormányzati képviselőjének azon előterjesztéséről, hogy az immár lényegében működésképtelenné vált önkormányzatot fel kell oszlatni, működőképessé kell tenni, és bizony ez a működésképtelenség nem csak azért állt elő, mert a Jobbikot kidobták a koalícióból, és nem csak azért, mert az MSZP és a Momentum, illetve az LMP zsarolással élt és távozott a koalícióból, de maga az ellenzék jelentős része, a Fidesz is ketté szakadt, alapszervezetük megszűnt, nincsen jelenleg helyi elnökük sem, és bár a harmadik frakcióvezetőjükkel próbálkoznak, egy ketté szakadt képviselőcsoport is azt mutatja, hogy gyakorlatilag működésképtelenné vált az ország legnagyobb, ötödik legnagyobb önkormányzat és a főváros legnépesebb kerülete. Már a választások előtt is sejthető volt, hogy a baloldali szivárványkoalíció tiszavirág életű lesz. Mára viszont szem és fültanúi lehetünk annak, ahogy a önkormányzat működésképtelenné válik. A baloldali hatalomvágy nem tudta egyben tartani az egymástól teljesen eltérően gondolkodó pártokat. Molnár Gyula és Lakos Imre volt az utolsó csepp a pohárban. Eközben a fideszes belharc addig fajult, hogy a jelenlegi 8 fős frakciójuk ketté szakadt. Míg a baloldal és a Fidesz sorra kötötték a paktumokat a színfalak mögött, ami nem meglepő, hiszen Új-Budára csak kifizetőhelyként tekintenek. Ennek most véget kell vetni. Előterjesztést nyújtok be azzal a szándékkal, hogy a képviselő testületet feloszlassák. Amennyiben nem képesek Új-Buda érdekét szem előtt tartani, úgy nem méltóak arra, hogy a kerületet képviseljék. Köszönöm. És valóban mi nem a mandátumunkhoz ragaszkodunk, sokkal fontosabbnak tartjuk egy önkormányzat működőképességét, az állampolgárok szolgálatát, ezért, hogyha nincs más megoldás, már pedig úgy tűnik, hogy a 4-4 főre szakadt Fidesz frakció esete is ezt mutatja, akkor a legbölcsebb megoldás egy új választás kiírásával tiszta viszonyok teremtése, amelynek bátran néz elébe a Mi Hazánk mozgalom is.